A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Itt a Napi Retro, a régi idők nagy pillanatai. A stúdióban már várja önöket Séda Zoltán. Szép napot kívánok, 1987-ben járunk. Ebben az évben indult a Magyar Televízióban a Szomszédok című teleregény. És persze 1987-ben az elvtársak szorgalmasan integettek az emelvényről a magyar dolgozónak a munkásosztály nagy nemzetközi seregszemléjén. A Fejér megyei Népi Együttes bemutatója a rövid látványos produkciója után kezdődött meg az ünnepi fölvonulás Székesfehérváron a Dózsa-György téren. Előttük még a Városi Úttörő Zenekar adott műsort és játszott pattogó indulókat. A legelsők között vonultak fel a legújabb fehérvári iskola, a Kelmen Béla utcai általános iskola diákjai. Elsőként milyen volt az első Kelmen Béla utcai felvonulás? Hát jó volt, mert még nem vonultunk így iskolával sohasem fel. Három sor volt, 24-en kellett volna felvonulni. Nagyon nehezen tudtuk ezt a 24 gyereket összeszedni, de azért végül is sikerült. Hogy érzitek magatokat az új iskolában? Jó, mert változatos és sok programban. 1972 óta vagyok munkásőr, rajparancsnok. Kaptam parancsnoki kitüntetést, azután hát munkahelyemen, munkakörömben kaptam három kiváló dolgozójelvényt, ami azt hiszem mutatja is, hogy a munkám után megérdemelten kaptam ezeket a kitüntetéseket. Ez volt már a Napi Retro, nem sokára ismét találkozunk, valahol a múltban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.